kurhus találkozó. Ez egy ünnep az önök szakmájában. A Hajdú-Bihari Zenei Egyesület már rendszerváltás óta körülbelül 28-30 éve minden évben összehívja a megye felnőtt kórusait. Ebben az évben Balmazújváros vendégei lehetünk. Konferencia és ez a találkozó egyben milyen célokat tűzte ki maguknak? Igazság szerint a kortárs magyar kórus művészet, tehát a mai zeneszerzők művének a propagálása mindig is célunk, megismertetése a közönséggel és a mai követelményeknek való megfeleltetése. Fellépő zenekarok, igen, mert szívű jöttek, volt köszük önök is legalábbis. A legmesszebbi az Sárit udvari kórus, és Ladányból is jött együttes. A többiek azok innen, Debrecenből, Böszörményből, a környékről. Ez egy összetartó csapat, vagy inkább ilyenkor a találkozókon tudnak megismerkedni egymással? A kemény mag, az már, tehát én legalábbis 14 éve, és az elnökünk Deményi Sarolta 14 éve szervezzük, és mi már ismerjük a dalostársakat, tehát a ladányiakat, a szoboszlóiakat, ők elmaradhatatlan szereplői ezeknek a találkozóknak. Nagy örömömre szolgál, hogy ez a kórusfórum itt Balmazújvároson megvalósult, és ahogy itt végignézek a nézőtéren, volt iskolatársaimat látom, volt tanáraimat látom, látok sok-sok olyan embert, akivel már valamilyen szinten muzsikáltunk együtt, sőt, gyerekkori utca lakótársam is van a nézőtéren. Mit vár a mai naptól? Jó, közös éneklés, most éppen el is kell mennem, mert az összkart fogja a kollégám dirigálni, és segítek neki az irányításban.